Ruzsinski György lett a felnőtt karateválogatott szövetségi kapitánya. A szakember korábban szövetségi edzőként irányította a sportolók felkészülését. Terveiről, a hazai versenyzőkről és egy párizsi sikerről is szólt itt, nőm, a most következőkben. Jó reggelt kívánok, gratulálok! Reggelt kívánok. De tulajdonképpen azért ez a szerepkör nem teljesen ismeretlen, ugye? De azt lehet mondani, hogy ebben így kvázi egyedül csak egy, egy új poszt. Igen, köszönöm szépen. A felnőtt válgató irányítását kaptam feladattól, pontosítanék, tehát nem szövetségi kapitány a igen, 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 tehát a titulus akkor ebben a műfajban akkor egy picit más, de már nem a szövetségi edző, ugye azt is igen. tudjuk. A feladat az pedig valóban ismerős, hiszen az elmúlt időszakban egy éven keresztül már hasonló feladatokat láttam el, akkor még két műhelyben működött a válogatott, Rebücseggerd és magam irányítottuk a csapatot, és az eb követően most év jött, kaptam megbizatást erre a feladatra, úgyhogy egy edzői tím tagjaként vagyok felelős ennek a felnőtt uh -huh. csapatnak. Tehát tulajdonképpen azért ez egy személyi felelősség, de mégsem teljesen, ugye? Egy tím irányításáról beszélünk itt bizonyos szempontból, ha jól értem. Így van, tehát 2010-ben kaptunk megbizatást a korosztályoknak az irányítására, A nagyon jól sikerült bizonyítanunk, hiszen sorra öt éremmel értünk haza az Európai és Világbajnokságokról, Európai és Világbajnokaink lettek a korosztályokban, és azt hiszem, hogy ennek a munkának a, kiteljesedések kitejesedések képpen kaptunk talán én is erre megbizatást, vagy a csapatunk erre megbizatást, hogy tovább vigyük ezt a munkát. Viszonylag hosszú időre szól az, ha jól tudom, ugye 2016-ig szól a felkérés? Így van, ennek két oka van, az egyik az, hogy akkor ezt tisztuljuk a másik az, hogy egy két éves nagyon komoly időszak előtt állunk, hiszen ebbe fog beleestni a bakúi európai játékok, ami egy elég komoly lehetőség a sportágunk számára, hiszen először leszünk olyan közegben, ahol 14 olimpiai sport mellett a karate lesz az egyetlen nem olimpiai. Úgy gondolom, hogy ez valamennyire az előszobája annak, hogy az olimpiai programba kerülhessen a sportág. Hát igen, ugye ezt tudjuk, a tavalyi nagy versenyfutás után végül is jelen választásnál most a karate Ugye itt a, itt a nagy harc más sportágok mellett nyilván a birkózásra volt. Ezt, ezt a vissza visszapörgetjük, egy picit az időkerekét, szerintem mindenki emlékszik erre. Volt -e annak valami oka egyébként, hogy az Európa-bajnokság után született meg ez a döntés, hogy innentől kezdve egy picit más legyen a, a magyar felnőtt válogatott irányítása, vagy ez egyszerűen csak az idő hozta el ennek a változásnak a szükségességét. Hát részben gondolom, hogy a sikerek azért ehhez hozzájárultak, hiszen korábban is voltak sikeres versenyzőink, gondolok itt Eskovács Ádámra, a Klíma Zsuzsára, vagy a nemrégiben a Sport Csillagok Gáláján külön díjas mm. de ez inkább egy-egy a teljesítményéhez kötődött. Ki kell emelni közülük Zala Lászlót, aki a mai napig a legeredményesebb edzője a sportágunknak, de ez a budapesti EB ez annyiban mutatott mást, hogy egy összefogás sikerült megvalósítanunk a karatésok között. Mindenki a maga részén kitűnően teljesített szervezőktől, sportolóktól, edzőkig, aminek eredménye az lett, hogy a budapesti elvű azt gondolom, hogy a sportág egyik legjobban sikerült előfogányoksága volt. A eredmények tekintetében pedig öt érmet értünk el, a nyelván sikerünk pedig eddig még nem volt. Úgyhogy gondolom, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy ebbe az irányban hát, ez, annyira jól, jól, hogy mondja, jól hangzó és jól eső novum, hogy, hogy az ember azt hallja, hogy a sportágon belül tulajdonképpen képes mindenki egy érdekében csatosorba állni, és az egyébként oly jellemző, legalábbis magyar viszonyok között azért sokat tapasztalt, hogy mondjam, sportágon belüli ilyen-olyan széthúzások, ha jól értem, akkor most legalábbis a budapesti EBC-jait tekintve félretevődtek, ha szabad így fogalmazni. Sikerül-e vajon megtartani ezt a fajta, ha jól értem, most egy, egy egészségesen kialakult belső rendet, ami egy sportág további sikerének nyilván az alapköve? Hát én bízom benne, hogyha helyesen fogjuk fel az érdekeinket, akkor ez sikerülni fog. Én mindenképpen ezt tekintem a fő feladatomnak a munkám során, hogy ezt az egységet ezt megpróbáljam egybetartani, Ezen vannak a kollégáim és akik a VKF edzői működnek, tehát a Klíma Zsuzsa, Fischer, Mihály illetve. És ha ez sikerül, akkor azt gondolom, hogy ez a bemutatkozás a Bakú Európai Játékokon, tehát mint kvalifikációra képesek vagyunk, azt gondolom, és ha sikerül a kvalifikáció, akkor pedig ez akár magyar érmeket is jelenthet, ami azt gondolom, hogy az egész olimpiai csapatnak fontos, és Magyarországnak is, úgyhogy ezt jól fogjuk föl, ugyanúgy, mint a budapesti ebét, akkor képesek lehetünk egyben, egy cél érdekében dolgozni, hogy ez sikerüljön, azt az elbő után az elnök úr is kérte tőlünk, és kezdeményezte egy stratégia megalkotását, ami egy 2014-től 20-ig tartó ciklusra szól, és gyakorlatilag ez a cél az erőforrásainkat egy irányba állítsa, és hát természetesen a másik célunk az vele, hogy megfelelő forrásokhoz jussunk ezzel a stratégiával és hogy a sikersportákat tudjunk a karateból csinálni. Ugye ugye nem olimpiai sportákként, ezt mindig tudjuk, hiszen azért ezekben a székekben ez gyakorta elhangzik, hogy hát ha az ember nem is másodrendű állampolgár, de nehezebben boldogul ugye, mintha nagy olimpiai családtagja lenne. Így, így a VKF és persze ezen belül nyilván a Magyar Karate Társadalom mondjuk így effektíve kimondott sportdiplomáciai célja továbbra is az olimpiai programra kerül és tehát ez egy olyan cél, ami, ami nyugodtan mondhatjuk az egész karate világot egységbe tudja rendezni mindig? Természetesen az, ami igazából minket összekovácsol, az, ami minket kiemel, azt gondolom, hogy a harcművészeteknek a táborából, hiszen gyakorlatilag 99 óta olimpiai tagként elismertek vagyunk, ha nem is vagyunk bent a programban, és ugye mindig bent vagyunk abban a néhány sportágban, akik közül választanak. Nyilván egy birkózáshoz azért egy elég komoly ellenfél volt, illetve nem is ellenfélként tekintünk, hiszen mi is azt akartuk, hogy a birkózásban maradjon, hiszen magyar sikersportág és a komoly sem. múltja is van, de azt gondoljuk, hogy a mi helyünk éppen ugyanúgy ott van, és a legfontosabb célunk ez, hiszen ezzel újabb távlatok nyitnak meg, meg a sportolók előtt, az edzők előtt, és az egész sportágunk előtt. Ugye Klima Zsuzsa vagy Eskovács Ádám nevét szerintem az is ismeri, aki, aki nincs esetleg annyira otthonosan, a, vagy annyira, nem annyira otthonos a, a világában. De hát hál' Istennek vannak azért új csillagaink, ugye most a közelmúltban éppen Szeged Döme Párizsban nyert aranyérve jelent mindenképpen egy, egy fantasztikus kapaszkodót. Értékeljük egy picit ezt a mostani szereplést, annál is inkább, mert ugye a világ és a Európa bajnokságokon kívül a nem szakmabeliek talán nem látják át vagy nem érzik annyira, hogy milyen olyan típusú versenyek vagy versenysorozatok vannak, amelyek igazán megméretik a sportág leg, legjobbjait és ez pont éppen egy ilyen viadal volt Párizsban. Igen, ez egy egész évvel lehet tartó versenysorozat, 2010-ben indult útjára és a célja éppen az, hogy rangos eseményeik legyenek, az a neve, hogy Karate 1, kicsit hasonlóan a Forma 1-hez, tehát gyakorlatilag a... a Arra hajaz. Így van, így van. A, a, legjobbaknak van lehetőségük egymással megmérkőzni, és az emeli ennek a rangját, hogy vannak olyan karata nemzetek, ahol nem csak egy, egy jó sportoló van, hanem például a franciáknál egyes súlycsoportban kettő, három is, akiknek ezen a versenyen van lehetőségük elindulni, úgyhogy sok esetben még nehezebb itt eredményt elérni, mint egy Európa vagy világbajnokság. Hát szélesebb a mező, hiszen akkor nincs új nemzeti szelektálás, ha jól értem, hanem, hanem lehet. Tehát aki abban a súlycsoportban jó, annak lehetőség van megméretni magát. Így van, és sok esetben azok a versenyzők, akik nem tudtak kvalifikálódni az a Európa vagy világbajnokságra, azok ezekkel uh -huh. tekintik főversenyüknek, és ezekre hozzák a csúcsformájukat, úgyhogy... Tehát ezt tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy ez egy, egy kiváló előrejelző, hogy aki mondjuk egy ilyen viadalon a saját csúcsoportjában első tud lenni, vagy, vagy ezeknek az állomásain tartósan a legjobbak között van, az, az gyakorlatilag hát a világ legjobbjai között tudhatja magát? Hát, aki tartósan ott tud lenni, van egy világranglista egyébként az egész uh -huh. éves szereplésnek az összesítésével, az, az, ott van a világnak a legjobbjai között, és ami például emelít a szegedi a az eredményét az, hogy a tatami döntőn sikerült legyőzni az aktuális Európa-bajnokot, ami nem azt jelenti, hogy most rögtön ő lett az Európa-bajnok ettől. De azért de ez, ez, ez az jó előfelmérés mindenképpen. mindenképpen. Még pár nevet, kívül, akire majd most az újkorban úgy figyelhetünk fel, mint, mint a Nó Ádámékra? Hát mindenképpen meg kell említenem, ugye a korosztályosokat, akit mondtam, hogy évente öt, öt érmeket hozunk eb ről VB-kről, közül kiemelőkkel ők azok, akik EB-VB nyertek, Tadiszi Marcial, Aisha Buszaba, Szegedi és Nógrádi de a budapesti EB-nek a felnőttjei között ott van jó néhány fiatal sportolónk, aki szintén eredményes, így Eskovács Ádám és Tóth Beatrix mellett egyéniben nyert Mezger, Szandra és Barta Nikola, és ők kiegészülve Lasszing Leitner Fruzsinával és Juhász Nikolettel a csapatnői bronzérmet is megszerezték. Hát ez egy fantasztikus és erős és erőtől duzzadó gárdának tűnik, úgyhogy azt kívánom, hogy a, a lehető legnagyobb sikerek mellett sikerüljön őket irányítani majd a jövőben is. Köszönjük szépen, igazából úgy gondolom én is, hogy a ez a csapat olyan, akiért érdemes küzdeni, sőt nem csak érdemes, hanem kötelességünk is, úgyhogy meg fogunk. Elmények legyen elmények így, és mi, mi, mi megtapsolni szeretnénk a sikerekhez. Köszönöm. Úgy legyen, köszönjük szépen.